Két fejlesztés is megvalósul a közeljövőben, közülük a kisebbik a németkéri óvoda energetikai felújítására irányul. Az épület fűtése drága, ezért egy teljes korszerűsítésen fog átesni az épület. Ez lefedi az összes nyílás zárójának és szigetelésének cseréjét. Ahogy az látható, előbb itt már részben elkészítették. Ezeken felül az intézmény egy teljesen új fűtésrendszert fog kapni, mely egy új kazánházat takar. Oda pedig egy olyan kazánt fogunk beépíteni, amelyet a magunk által megtermelt energianövénnyel fogunk táplálni. Ez egy darálékos kazán, és nekünk van egy egyedi szennyvíz telepünk, ahol a szennyvíz hozzáadásával energianövényt termesztünk. Az idén már le is arattuk január-februárban, és a jövő télen már szeretnénk ezzel fűteni az óvodát. Nyilván nem fogjuk kiváltani a teljes gázfűtést ezzel, de igyekszünk a lehető legnagyobb részt kiváltani, és egy dupla fűtés, egy biztonsági szelep is lesz az épületben, így marad a gázfűtés, de alapnak mindenképpen szeretnénk az energiafüzes fűtést véghez vinni. Ezekre a fejlesztésekre a település 31 millió forintot nyert el, előreláthatólag év végéig el fog készülni. Másik topos pályázat a község csapadékvízelvezetésének problémájára irányul. Régóta küszködnek a problémával, több ízben is költött már a település a megoldására, ám még mindig nem rendelkeznek teljes lefedettséggel. Az árokrendszerünket kell rendbe tenni, a csapadékvíz faluból való kivezetését kell rendbe tenni, és egy ütemet tudunk csak megoldani, hiszen a 149 millió 6 ezer forint, amit erre nyertünk, az csak egy bizonyos ütemre elég, így hívjuk ezt, hogy első üteme, a csapadékvízelvezetés fejlesztésének első üteme. Több mint 500 millió forint kellene, hogy lefedjük az egész települést. Örülünk ennek a közel 150 millió forintnak is. Nyilván a szakemberek kiválasztották, hogy hol a legaggasztóbb a helyzet a településen, és azokat a részeket fogjuk rendbe tenni ebből a pénzből. A hátralévő pénz előteremtésére további pályázatokat tervez benyújtani Németkér. Az óvoda fejlesztése kapcsán a gyerekek nevelő-oktató munkája ezentúl nem csak szakmai, hanem fizikai feltételeit tekintve is megfelelő lesz. Horvátné Gál Erika Németkér polgármesterének elmondása szerint eddig is adottak voltak, de még optimálisabbá szeretnék tenni az óvodáskorúak körülményeit. A közösség örül ennek. Szükségszerűek ezek a fejlesztések, hiszen ha csak egy pici összeget is tudunk azzal megspórolni, hogy racionalizáljuk az energia felhasználásra befektetett éves pénzösszegeket, akkor azt nyilván máshova be tudjuk tenni, és elképzeléseink szerint mindenképpen az ott megmaradó pénzeket az óvodába szeretnénk visszaforgatni, tehát más jellegű fejlesztések is elképzelhetőek az óvodánál. A csapadékvizes projektnél mindenki élvezni fogja ennek a hasznát, hiszen vannak olyan területeink a településen, ahol nagyobb esőzésnél is feljön a talajvíz a szuterinokban és a pincékben. Tehát ez is egy szükségszerű feladat. Nyilván, mint ahogy mondtam, nem sikerül az egész települést lefedni, de a krízis helyeken meg fogjuk oldani. A település természetesen rendelkezik értékekkel, legyenek azok építészeti vagy kulturális örökségek, melyeket érdemes ápolni, illetve mások elé tárni. Ilyen például a faluház, mely jelenleg egy vidékfejlesztési pályázat keretein belül felújítás alatt áll, vagy a tájház, mely szintén nagy örökséggel rendelkezik. A polgármester elmondása szerint a kulturális örökség ápolását kiemelkedően folytatják Németkéren. 7 aktívan működő civil szervezetük is van, ezek közt tánccsoportok, kórusok működnek, melyek sokat tesznek azért, hogy a település kulturális gyökereit megtartsák és mások elé tárják. A településen egy nagyon nívós társcsoport, a Németkéri Német Nemzetiségi Társcsoport működik hosszú-hosszú évek óta. A ma felnőtt csoport tagjai valamikor kisgyerekként kezdték, ma már felnőttek, családos emberek, egyetemisták, főiskolások, és van egy utánpótlás csapatunk is, akik szintén egész kicsi korban kezdték, és most általános iskolás, illetve alsóbb középiskolai osztályokba járó fiatalokból áll. Komoly létszámmal, nagyon nagy akarattal, és hát telistele, vigyorgó, mosolygó, boldog fiatallal, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. Ők megtartják és tovább örökítik
nem csak a tánc, hanem a zenei kultúráját is a településünknek. Nagyon komoly díjakkal, aranyminősítésekkel bírnak a kicsik is és a nagyok is, rengeteg meghívás a szezonális időben, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ugyanezt lehet elmondani a kórusokról is, a település három kórusa sokat tesz azért, hogy zenei hagyományokat ápoljon. Horvátné Gál Erika szerint képességeikhez mérten mindent megtesznek azért, hogy különböző dolgokat megtanuljanak, és hogy minél több fellépésen képviseljék Németkért.